Sziasztok! A Filmmakers Handbook könyvösszefoglalónk harmadik részében a következő témákkal fogunk foglalkozni. Megnézzük a tömörítést, és hogy miért szükséges, tehát mi a szerepe. Megnézzük a képarányokat, a szenzortípusokat és méreteket, a gain és az izó közti különbséget. Az autófókusszal is fogunk foglalkozni, és természetesen a kamera zárral, az akkumulátorokkal, valamint a tápellátással. Csapjunk is bele! Ugye láthattuk korábban, hogy a videóformátumok egyre nagyobbak, a 4K UHD mint egy négyszer annyi képponttal rendelkezik, mint például a Full HD. Ugye ez azt is jelenti egyúttal, hogy egyre nagyobb adatmennyiséget kell feldolgozni és tárolni. Tehát egy egységnyi nagyobb felbontású, például egy másodpercnyi adat tehát több tárhelyet igényel. Ugyanakkor ugye kisméretű, hordozható kamerákat is akarunk, megfizethető áron, és olyan telefonokat várunk adott esetbe, amelyek képesek videót rögzíteni, ha például a szabadban tartózkodunk. Ugye, hogy minden feltétel teljesüljön, ezt az úgynevezett digitális tömörítés teszi lehetővé. Ugye a tömörítés célja a kép és hanganyag méretének csökkentése úgy, hogy annak tömörítetlen minőségét, ugye lehetőség szerint minél jobban megtartsa. A digitális tömörítés révén a videó és audio jel kisebb csomagokba tömöríthető. Ugye megkönnyítve ezzel az átvitelt, te egyúttal tárhely kimélőbb is. Ugye amikor pedig lejátszuk őket, akkor viszont ki kell őket tömöríteni. Úgy, hogy az az eredetit közelítse meg, amennyire lehetséges. Ugye a kodekek maga a szó, Tömörítő, kitömörítő, kompresszor, dekompresszor. Két csoportja van a kodekeknek. Egyrészt, melyek a képminőséget maximalizálják a felvétel, a vágás, valamint a mester videófáj készítése alatt. Valamint azok, amelyek adatot minimalizálnak elsősorban a forgalmazás streamelés esetén. Ugye általános videóformátum összehasonlítási lehetőség, ha megnézzük, milyen mennyiségű adatot hoznak létre felvételeink. Ugye adatráta vagy más téven a bitráta utal erre ugye az adat mennyisége amely a CPU által feldolgozásra kerül másodpercenként míg a videó lejátszásra kerül az a bitráta több adat egyenlő több információ egyenlő több részlet a videóban vagyis jobb minőség ugye a mértékegysége meg a bit per másodperc Például, ha egy 1 órás 1080p-s, vagyis Full HD-s videót veszünk, akkor 990 megabit per szekundum bitrátával a felvett anyag mintegy 445 gigabyte helyet foglalna. De ha ugyanezt például egy XAVCL kodek segítségével tömörítjük, ami ugye 25 megabit per szek bitrátával rendelkezik, akkor ez az érték már csak 11 gigára csökken. 11 gigára óránként. A redcode kodekek, amelyek a Red kamerák esetén vannak, például 3 az 1, valamint 8 az 1-hez arányú tömörítést biztosít. Ugye ezen két érték között mozog. Ugye 8 az 1 esetén a tömörített 8 ada az eredeti tömörítetlennek. A H264 kodek, amely az MPEG 4 család része, ugye elég népszerű volt a felvételek, valamint a streamelés esetén is hiszen elfogadható jó minőséget ajánl viszonylag alacsony bitrátával. Ugye újabban a H265, amely jobb minőséget ad, és még kedvezőbb a helyfoglalás szempontjából. Még kedvezőbb egész konkrétan feleződött. Ugye magas minőségi kodekek például az Avic DNXHR, vagy az Apple-nek a ProRes kodek családja, amely gyakorlatilag vizuálisan megkülönböztethetetlen a tömörítetlen formátumtól. Most nézzünk két videót, egyet egy magasabb bitrátával, egyet pedig egy kifejezetten alacsony bitrátával. A különbség szembetűnő. Tehát látható, hogy egy elég úgy szólván pixeles, kásás felvételt kapunk, amennyiben a bitráta nem üt meg egy értelmes szintet. Nagyon fontos fogalom a képarány. A képarány a kép formáját jellemzi. Ugye ez egy olyan arány, amely a képkeret szélességének a magassághoz viszonyított aránya. Ugye még a kezdetek kezdetén, a némafilmes filmes időszakban négy egység széles, három egység magas képkeretet alkalmaztak. Ugye ez tehát egy téglalap, itt az ábrán látszik is, ezt 1.33 az egyheznek is hívják. Ugye ennek kis módosításával jött létre az úgynevezett Academy Ratio, ami a The Academy of Motion Picture Arts and Sciences-től származik. A tradicionális SDTV esetén tehát az arány 4 a 3-hoz, tehát nem széles vászon. A széles vászon az a 16-9-hez, amely 1 a 78 az 1-hez. Ugye a széles vászon aránya 16 a 9-hez, ezt hívják 1,78 az 1-heznek is. Gyakorlatilag minden HD ezzel a képarányjal bír. ugye az ábrán szintén fel van tüntetve. Na most a digitális mozivetítés esetén az 1 85 az 1-hez arány játszik. Ugye ez a Cinema 2k és a Cinema 4k esetén merül fel. Ennél szélesebb az úgynevezett Cinemascope, ugye a Cinemascope, amelyet ez a 2,39-es szám jellemez. Ugye az első adásban már volt róla szó, de itt érdemes ismét megemlíteni, hogy a közösségi médiában az 1 egy az 1-hez, valamint a 9 a 16-hoz arány, ugye ez esetben tehát nem 16 a 9-hez, hanem 9 a 16-hoz, vagyis állókép jelenik meg. Ugye ez az ábra összességében úgy mutatja be a képarányokat, hogy megegyező magasság esetén, hogy mutatnának egy mozivászlon. Tehát ugye néma filmes idejébe 4 a 3-hoz, illetve a legszélesebb vászon, amit alkalmaznak, az a 2,39. Most nézzünk rá picit az alsó ábrára. Ugye az A képet megnézzük, ugye itt egy 4 a 3-hoz nem széles vászon, tapasztalható. A P esetén egy tipikus széles vászon, vagyis a sokszor emlegetett cinemaszkóp található. Ez úgymond a másik véglet. A C ábrán a 16-9-es úgynevezett széles arány található. A D esetén ezt a széles arányt levágva, ugye látjuk itt a levágott részeket, Hozzák létre ezt a cinemaszkópot. De ugye értelemszerűen itt a komponálás szempontjából ez már nem túl szerencsés. Hiszen azért elég rendesen belevág kép aljába, így elég furcsán néz ki ez a pohár. Ugye néhány kamera szenzora, például a 4K DCI 17 a 9-es képarányjal képes rögzíteni. Ha azonban a 16-9-es UHD TV formátumra állítjuk be, úgy a kamera a bal és a jobb szélé lévő, ez esetben feleslegesé vált pixeleket elhanyagolja. Ezt a módszert windowingnak hívják. Ugye a másik módszer a széles vásznú arány rögzítése egy szűkebb szenzoron úgy, hogy a felvétel előtti képnyújtását jelenti horizontálisan. Na most ehhez kapcsolódnak az úgynevezett anamorfik lencsék, anamorfik objektívek. Ugye ezek speciális objektív alkatrész segítségével egy széles vásznú képkockát horizontálisan elnyújt, ezért a széles vászon rögzíthető az eredetileg nem széles vásznú frémen. Ugye az emberek vékonyabbnak, elnyújtottabbnak tűnnek, ugye ez látszik az alsó, tehát anamorfikus lencsével készült képen, és jellegzetes, ovális formák jelennek meg kör alakzatok helyett. Most beszéljünk kicsit a filmtípusokról. Ugye az első mozgóképet Thomas Edison készítette az 1890-es években, ahol cellulóz nitrát alapú 35 mm-es széles filmet használt. Ugye a nitrát rendkívül gyúlékony volt, így a kora 50-es években cellulóz acetátra cserélték. Manapság pedig a megsemmisíthetetlennek bélyegzett poliészterre váltották. Ugye az ábra bal felén tehát a mozgókép filmre rögzíthető különböző formátum típusok találhatók. Ugye jobbra pedig a full 35 mm-es állóképre való, tehát fotós film található. Ugye látszik, hogy az állóképesnél a szélén, a hossz mentén pedig a mozgóképes esetén fut a perforáció. Ugye erre vezethető vissza, hogy nem csak az analóg korszakba, de most a digitális korszakba is a full frame-es méret az nagyobb gyakorlatilag az állóképes esetében, tehát maga a full frame méret, mint például a Super 35-ös. Ami ugye a mozgó képeknek egy professzionális formátuma. Ugye annó a celluloid film szó szerint vágva, majd újra összeillesztve volt, és ugye erre ered az angol cut, vagyis a vágás szó. Ugye a hang forgatáson való rögzítése mágneses filmre történt, ezért használják a meg kifejezést az angolba. Ez a meg kifejezés ugyanazokkal a méretekkel és megegyező lyukakkal, tehát perforációval rendelkezik, mint a 16 vagy a 35 mm-es film. De olyan mágneses oxidja van, mint a hangrögzítő szalagnak, így a kép és hang gyakorlatilag frémenként összekapcsolható. Most nézzük meg a két fő szenzortípust. Ugye van a CCD, ez a Charge Couple Device, töltéscsatolt eszköz, valamint a CMOS, amely egy digitális integrált áramkör építési technológia neve, neve az angol kifejezésből származik, amely a következő. Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ugye ennek a jelentése komplementer fémoxid félvezető. Ugye ez a szenzor a videókamerákban leggyakrabban használt chip. Ugye sokoldalúsága, valamint alacsonyabb költsége és energiafogyasztása miatt. A lényeg, hogy az érzékelő felülete nagyon finom rácsra van felosztva, fényérzékeny helyekre, úgynevezett képpontokra, vagy szebben fogalmazva szaknevén fotozitokra. A chip minden egyes fotozítja valamilyen módon úgy működik, mint egy apró fénymérő, amely gyakorlatilag az adott helyen, az adott helyén leolvassa a fényerősséget. Ha fényéri ezeket, akkor a legnények, hogy elektromos töltést hoz létre és tárol. Ugye a szenzor mérete az az a paraméter, ami a legnagyobb hatással van a felvett anyagunkra. Ugye néhány kamera egynegyedes vagy egy kette dincses szenzort alkalmaz. Ugye azok a kamerák, melyek hírek, valami sportfelvételre készülnek, ugye gyakran ilyen egy kette dincsesek. Vagy kétharmadincsesek. Népszerű formátum még az APS-C, valamint a 4 thirds, vagy a Super 35 is. Ugye ezek a szenzorok viszont már jóval nagyobbak. Ugye ezt az ábrán is látjuk, tehát mondjuk például egy 4 incses szenzorhoz képest már egy APS-C az jóval nagyobb, és bőven nagyobb mondjuk egy full frame. Ugye maga a Super 35 már a professzionális digitális produkciók standard szenzor Ugye, amelyet meg annyi mozifilm gyártásánál használtak. Az előbb említett full frame pedig, ugye, sok DSLR-gép vagy tükör nélküli gép rendelkezik. Ugye a megapixel érték, amelyet előszeretetten reklámoznak a kameragyártók, az arra utal, hogy a kameraszenzor felszínén mennyi fényérzékeny fotozit van. Ugye ezt szimbolikusan kis fénygyűjtő vödröcskéknek képzeljük el. Ugye ez tehát, ez a megapixel érték, ez nem a szenzor mérete, amiről most ezen dia keretében beszélünk. Ugye itt jegyeznénk meg, ha növeljük a képpontok számát úgy, hogy nem változtatjuk meg az érzékelő fizikai mértékét, az azt jelenti, hogy az egyes képpontok szélességének zsugorodnia kell. Ugye minél kisebb az érzékelő, annál kisebb méretű képpontokat kell rajta elhelyezni. Tehát ugye így lehetséges, hogy egy nagyon pici szenzoron gyakorlatilag mondjuk egy 4 k felbontást valósítunk meg. Ugye a nagyobb vödröknek, ami tehát nagyobb fotozitot jelent, de ehhez ugye szükséges a nagyobb méret három előnye van. Ugye fényérzékenyebbek, így sötétebb jelenetekben is forgathatunk. Emellett jobb dinamikatartományt nyújtanak, és kevesebb az elektronikus zaj. Most pedig nézzük meg a videókamera fő részeit. Ugye az objektív, amely képet formára felvett anyagról a kameraszenzoron. Világosság fókusz állítható, lehet egy objektív zoomos vagy fix, beépített vagy cserélhető. Ugye a szenzor, ez tehát egy fényérzékeny elektronikus chip. Ugye amely a lencsén, tehát az objektíven keresztül érkező fényt elektromos videója ellé alakítja. Ugye a monitor az egy szemhez illeszhető kicsi felület. Ugye ezzel lehet lényegében a felvett anyagot tehát monitoringozni. Ezt magyarosabban keresőnek is hívják. Ugye sok kamera esetén egy kihajtható LCD képernyővel is rendelkezik a rendszer, mint például itt a kép esetén is, de ezen túl, és ez igaz arra, amelyik nem rendelkezik kimondottan ilyennel, tehát ilyen kihajtható verzióval, hogy külső egyén monitor csatlakoztatható a kamerához. Ugye a videó feldolgozás és felvétel, tehát a kamera begyűjti és feldolgozza a szenzorról érkező jelet. Majd egy meghajtón, vagy jellemzően egy memóriakártyán tárolja. Ugye itt látható a képen a memóriakártyáknak a slotjai. Az audio rögzítés. Ugye a legtöbb videókamera rendelkezik beépített vagy csatolt mikrofonnal, vagy csatlakozható hozzá más külső mikrofon. Ugye az energiaellátás akkumulátorokkal, újra-törthető akkumulátorokkal történik, vagy adott esetben a kamera hálózatról is működtethető. Most nézzük meg a kereső kiegészítőit. Ugye a DSLR, illetve tükör nélküli kamerák hátsó LCD képernyővel rendelkeznek. Ugye elsősorban videókereső kiegészítővel szokás alkalmazni. Ugye ennek például akkor van erőteljes szerepe, most gondoljunk egy ilyen példára, ha mondjuk tűző napban kellene néznünk ezt a monitort. Professzionális szinten a kicsi 5-7 incses külső plusz monitorok használata az elterjedt. Ugye ezek mind a komponálásban, mind az élesség állításban kitűnő segítséget nyújtanak. Ugye a számos kamera biztosítja az úgynevezett fókusz segédet. Ugye itt olyan kicsiny részletekre is ráközelíthetünk, mint például egy emberi szem. Az úgynevezett Peking plusz segítséget nyújt és tetszőleges színű körberajzolással mutatja az éppen éles képrészletet. Lássunk is erre egy példát. Ugye itt a videón a Tigris figura különböző pontjaira élesítünk, és ráélesítünk valahová a hátsó lábára, majd pedig egy ennél sokkal fontosabb pontra a szemre. Ugye segítségünkre van a Peking mellett, tehát az előbb említett digitális nagyítás. Így nagyon szép módon rá tudunk zoomolni, olyan részletre tehát, mint a szem. Ugye egy keresőn meg annyi információra lelhetünk. Egyrészt az akku töltöttségére például, hogy milyen felbontást használunk, milyen FPS-be, az F-értékről, ISO-ról, a zárról, hangról való információk és a többi. És magán ezen az ábrán egy zebra csikozást láthatunk. Ugye itt ez a zebra csikozás, ez például a túlexponált pontokat jelzi. Tehát ezen ábra és a zebra alapján azt mondhatjuk, hogy a képen látható hölgy arcán túl van exponálva a videó. Most beszéljünk kicsit a gényről, valamint az izóról. Ugye a tradicionális videókamerák egy gény nevű funkcióval rendelkeznek, ami a videó jelet képes felerősíteni, segítve ezzel a sötét helyszíneken történő felvételkészítést. Ugye mértékegysége, tehát amiben bérik, az a decibel. Ugye normál esetben 0 decibel. És csak szükség esetén javallót növelni. Hiszen növelésével elektromos zaj keletkezik. Amennyiben emelünk az értékén, ugye a tipikus értékei 0, 3, 6, 9, egészen 18 decibelig, tehát azt mondhatjuk, hogy 6 decibeles emelés duplázza az érzékenységet, amely egy stop, vagyis egy rekesz emelésével ekvivalens. Duplázza az érzékenységet, kétszer annyi fény jut be. Ugye magasabb gain értékekkel szűkebb lende értékeket is alkalmazhatunk. Ha mondjuk a mélység élesség növelése a célunk. Az ISO érték amely például a DSLR kamerák esetén jelenik meg, hasonló a génhez. Ugye, míg a génel a videó jelet erősítjük fel még a felvétel előtt, addig az izóértéke komplexen módon kapcsolódik a kamera érzékenységéhez. Ugye itt láthatunk egy példát, ahogy a zaj növekszik az megemelt izóértékekkel. Most nézzük meg ugyanezt saját gyakorlati példánkon. Ugye jól látszik, hogy a legmagasabb izóértéken, amit használunk, már gyakorlatilag elfogadhatatlanul magas a zaj. Ugye ez a magas zajszint, ez kitűnően látszik ezen a fekete pulóveren. Nézzük meg picit az autófókuszt. Ugye számos szituációban lehet hasznos az autofókusz. Ha valami miatt például nem tudjuk a keresőt használni, vagy hajszál vékony a mélységélesség, mondjuk egy makrókép esetén, de hasznos lehet olyan esetekben is, amikor például nincs külön fókuszos emberünk, tehát egy fókuszpuller magyarán, és mondjuk egy alakot akarunk követni. A gyalakot követni úgy, hogy az végig az élesség tárgya maradjon. Ugye sok kamerának hasznos kiegészítője például az arcfelismerési funkció, vagy a mozgást követő autofókusz beállítások. Az autofókusz típusai. Ugye passzív autofókusz, ez a változat a legelterjedtebb. Típusai kontraszt alapú, ugye a képet kiértékelve és az objektív beállításával a finom részletes kontraszt maximalizálását hajtja végre, és ezáltal a kép közepének az élességét. Ez a videókamerákra jellemző. A fázis különbség elvű autófókusz. A bejövő fény kis mintájának felosztása képpárokra, majd összehasonlításuk a tárgy távolságának meghatározásához. Ugye ez jellemző, ez a típus a DSLR-ekre. Létezik egy harmadik típus, ami az első kettő kombinációja. Ugye ezek voltak a passzív autófókusz típusok, és létezik még az aktív. Ugye az aktív autófókusz egy ritkában alkalmazott technika, amely kibocsátott infravörös fénysugár visszaverődésének érzékelésével működik. A passzív autófókusz az ablakon keresztül is tud fókuszálni, de gyengén teljesít kevés fényben. Ugye nézzünk erre egy gyakorlati példát. Ugye jól láthatóan egy ilyen esti beállításban már nagyon csak tud szenvedni a mi autófókuszunk. Ugye ez az autófókusz egy DSLR gép esetén lett használva. Ugye az aktív autófókusz esetén pont fordítva van. Üvegen nem, de a rossz fényben viszont jobban működik. Nagyon fontos beszélnünk a zárról. A zárhoz kapcsolódóan ugye a záridő fogalma. Az idő hosszát szabályozza, amíg a szenzort fényéri. Ugye minden képkocka rögzítése alatt. Ugye a standard értéke a framerate fele, tehát erre szokás beállítani, ez 1.50-25 fps esetén, vagy 1.48-24 fps esetén. Más fogalom, te kapcsolódik a shutter angle, hiszen ez egy másik mód a záridő kifejezésére. Miután a képkockát fény érte, amely az objektíven keresztül érkezik, a zár becsukódik, hogy megakadályozza a fény bejutását, amíg a következő képkocka a pozíciójába kerül. Ugye a lényeg, hogy miért van erre szükség, hogy a becsukódás nélkül a kép homályos lenne. Ugye a legegyszerűbb zár egy forgó korong, itt a képen is látszik, amelynek bizonyos részei ellettek távolítva. Ugye a zár nyílása a korongon fogban kifejezett nyitottság. Tehát ebben az esetben, az A esetében, ugye a 180 fokos szektor esetében, amely ugye éppen két részre felezi a periódust, két egyenlő részre, így az expozícióra éppen annyi idő jut, mint a film továbbításra. Na most az expozíció két alkotó részből áll a fényintenzitás, amely az objektíven keresztül megy, és az idő, ameddig az egyes képkockát éri a fény. Ha az objektívet egy stop, vagyis egy rekesz értékkel csökkentjük, az expozíciós időt duplázni kell, hogy konstans maradjon. Ugye a standard frame rate 24 fps. Ha a kamera 180 fokos zára van beállítva, akkor egy másodperc alatt 1,24-ednek a fele, vagyis 1,48-ad az expozíciós idő. Tehát 1,48-ad a záridő. Hogy jön ez most ki? Tehát nézzük meg az ide vonatkozó képletet. Tehát a záridő egyenlő, 1 per, ugye az FPS, esetünkben 24. Ezt megszorozva, ugye a 360-at kell elosztani azzal az értékkel, amire a zár be van állítva. Ugye jelen esetben a 180-nak és így, ha ezt az értéket kiszámoljuk, akkor kapjuk meg az 1,48-at. Tehát, amit mondtam, hogy 1,24 ben a kettő. Na most vegyünk egy másik példát. Egy 135 fokos zár esetén 25 fps-nél gyakorlatilag 1 per 65 lesz a záridő. Tehát egy rövidebb záridőt kapunk. Ugye a hosszabb záridők elmosodottságot, a rövidebbek pedig darabosabb mozgást eredményeznek ugye mint egy korábbi videónkban már említettük, egy rövidebb, de tehát nem túl rövid záridővel a gyorsan mozgó, például futó ember úgymond, ugrálását tudjuk megakadályozni. Tehát kevésbé fog elkenődni. Végül említsük meg az akkumulátorok és a hálózati feszültséggel kapcsolatos legfontosabb dolgokat. Ugye a hálózati feszültség ugye beltéri forgatás esetén alkalmazható. Ugye szerencsére számos, főleg professzionális kamerának van hálózati adaptere. Ugye leggyakrabban az újra tölthető akkumulátorok használatosak. Maguk az akuk pedig az alkotó kemikáliák tekintetében térnek el egymástól. Ugye legelterjedtebb manapság a lítiumion, de elterjedt még a nikkel metálhidrid is, amely nehezebb, mint a lítium, ugyanarra a teljesítményre vetítve. A nikkel kadmium már a már kevésbé használatos. Ugye fontos megemlíteni az utazási korlátozásokat. Ugye lényeges, hogy a légitársaságok méretben és számban is korlátozzák a lítium a repülőgépre való felvihetőségét. Ugye a feladott podgyászban például nem lehet külön lítium de a kézi podgyászra nem vonatkozik ilyen korlátozás. Ebben a videóban lényegében ezeket szerettük volna elmondani. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, Tartsatok velünk a legközelebb is! Sziasztok!